Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket a 84. Genfi Zsoltár első versének éneklésével kezdjük. 84. Genfi Zsoltárunk első versét énekeljük. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Elfoglalva folytassuk ezt a Zsoltárt, és énekeljük a második, a harmadik, illetve a hatodik, a befejező versét. A 84. Genfi Zsoltárunk második, harmadik és hatodik versét énekeljük. A verébnek is van fészke, és honnyában költ a fecske, én királyom, hatalmas Isten. Így kezdődik a második vers. A második, a harmadik és a hatodik verset énekeljük. Thank you.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, azonképpen most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg, Urunk igéjét, amint megvan írva, Esdrás könyvében, a 4. fejezetben, ez a pénteki olvasmányunk volt, az első 6 versében, illetve a 11-től a 24. versig terjedő szakaszban. Tehát Esdrás könyve 4. fejezetének az első 6 versét, valamint a 11-től a rész végéig a 24. versig terjedő szakaszát leülve, nyitott szívvel hallgassa meg a gyülekezet. A fordítók azt a címet adták ennek a fejezetnek, hogy Júda ellenségei akadályozzák a templom építést. Amikor Júda és Benyámin ellenségei meghallották, hogy a fogságból hazatértek, templomot építenek Izrael istenének, az Úrnak, elmentek Zerubbábelhez meg a családfőkhöz, és ezt mondták nekik. Hadd építsünk veletek együtt, mert mi is a ti istenetekhez folyamodunk, ahogyan ti, és neki áldozunk Észarhaddón asszír király idejétől fogva, aki ide hozott bennünket. Zerubbábel, Jésua és Izrael többi családfője azonban így felelt nekik. Nem építhettek velünk együtt templomot, ami Istenünknek, hanem mi magunk akarjuk azt felépíteni Izrael istenének, az Úrnak, ahogyan megparancsolta nekünk Círus király, Perzsia királya. Ezért az ország népe elcsüggesztette Júda népét, és elrettentette őket az építéstől. Tanácsadókat béreltek föl ellenük Círus perzsa király uralkodásának egész idejében, Dárius perzsa király uralkodásáig, hogy meghiúsítsák szándékukat. Ahasvérós uralkodása alatt, uralkodása kezdetén, írásban vádolták be Júda és Jeruzsálem lakóit. Ez a szövege annak a levélnek, amelyet Artaksasztá királynak küldtek. Szolgáid, a folyamon túli emberek jelentik. Tudtára adjuk a királynak, hogy a zsidók, akik eljöttek tőled, megérkeztek hozzánk Jeruzsálembe. Építik ezt a lázadó és gonosz várost, helyreállítják a várfalakat és javítgatják az alapokat. Most azért tudtára adjuk a királynak, hogyha ez a város felépül, és a várfalak elkészülnek, akkor nem fognak többé adót, beszolgáltatást és vámot fizetni, és így kár éri majd a királyi kincstárat. Mivel pedig mi a palota sójával sózunk, és nem illik elnéznünk, hogy becsapják a királyt, ezért küldtük ezt a jelentést a királynak. Nézzék csak át őseid krónikáit. Megtalálod és megtudod a krónikákból, hogy ez a város lázongó, a királyokat és a tartományokat folyton megkárosító város volt, és régtől fogva pártütések történtek benne. Ezért is rombolták le ezt a várost. Mi tehát tudatjuk a királlyal, hogyha ez a város felépül és várfalai elkészülnek, akkor nem lesz birtokod a folyamon túl. A király ezt a határozatot küldte. Rehum kormányzónak, Simsaj kancellárnak és többi hivatalnok társuknak, akik Samáriában meg a többi folyamon túli városban laknak. Békesség! A levelet, amelyet nekünk küldtetek, érthetően felolvasták előttem. Ezért parancsot adtam, hogy nézzenek utána. És úgy találták, hogy az a város régtől fogva lázongott a királyok ellen. Lázadások és pártütések történtek benne. És hatalmas királyok voltak Jeruzsálemben, akik urai voltak az egész folyamon túli tartománynak, amely adót, beszolgáltatást meg vámot fizetett neki. Most azért adjátok parancsba. Meg kell akadályozni ezeket a férfiakat abban, hogy újjá építsék a várost, amíg tőlem új parancs nem érkezik. Ügyeljetek arra, hogy ne történjék hanyagság ebben a dologban, nehogy súlyos kár érje a királyokat. Mihelyt felolvasták Artaksasztá király levelének a szövegét, Rehum, Simsaj kancellár és hivatalnok társaik előtt, sietve Jeruzsálembe mentek a zsidókhoz, és fegyveres erővel leállították a munkájukat. Ekkor beszüntették a munkát Jeruzsálemben az Istenházánál, és szünetelt az Dárius perzsa király uralkodásának a 2. esztendejéig.
Urunk lelke áldja és szentelje meg ezeket a különleges szavakat. Jöjjetek, hívjuk őt segítségül, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, hálás szívvel köszönjük neked, hogy ismét itt lehetünk ebben a gyönyörű hajlékban, abban a reménységben, hogy nem csak egymással, hanem veled fogunk találkozni. Hálás a szívünk azért, mert te ugyanaz az Isten voltál a világ teremtésekor, amikor ez a történet esett, amelyről most szó volt, és ugyanaz az Isten vagy most is. Mi is fordulhatunk hozzád, mindenható Úrhoz, akinek vannak ellenségei, de aki vasvesszővel terelgeti az ő ellenségeit. Urunk, boldoggá tesz bennünket az a reménység, amely a Biblia szentjei sorsát látva élet bennünk, hogy te valóban felkarolod a tieidet. Még akkor is, ha ez nem azt jelenti, hogy gond és baj nélkül élhetünk, hanem hogy egyik gondból esünk a másikba. De te mégis mindegyikben megtartasz bennünket, hogy ne bukjunk el, hogy ne csüggedjünk, hogy ne omoljunk össze. Köszönjük ezt a megtartó kegyelmedet, és azt is köszönjük, hogy ez jele és példája annak, hogy éppen így tudsz még a halállal szemben is megtartani bennünket. Hiszen ott meg végképp összeomlik minden és mindenünk, te azonban ennek ellenére is megtartasz, és az örök boldogságba viszed a benned bízókat. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy ez a gyönyörű templom, a mi templomunk is jele a te törődésednek. Hiszen régen éltek már itt reformátusok, amikor a Habsburg ház törvényei szerint nem lehetett református templomot építeni, olyat, ami igazán templomnak tűnik, ami az utcára nyílik, aminek tornya van. De íme mégis megadtad, hogy ez a törvény megváltozhatott, és az elődeink szinte azonnal ezt a gyönyörű, hatalmas templomot felépíthették. És ez hirdeti a te győzelmedet, a te igédnek a dicsőségét, mindazok fölött, akik a te igédnek ellen akarnak állni. Köszönjük, hogy így lehetünk itt együtt ebben a hajlékban, mint akik olyan elődöknek vagyunk az utódai, a követői, akik mertek benned reménykedni, és akiknek nem is kellett csalatkozniuk. Könyörögve kérünk, add, hogy méltók lehessünk te hozzád, és azokhoz az előző nemzedékekhez, bibliás hősökhöz, akik benned bízó életet éltek példásan. Kérünk, tegyél bennünket is egy ilyen közösséggé, kérünk, így áld meg a mi mai Isten tiszteletünket, így formáld, így szenteld a mi életünket. Ámen. Énekelt imádságunk a 312. ének első verse lesz, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mehetnek, a parókia verandáján kerül sor erre az alkalomra, ahogyan szokott. Mi többiek pedig a 312. dicséret első versével imádkozzunk. Uram, a te ígéd nekem, a sötétben szövét nekem. Amellyel Urunk a szívünket keresi, a Pál által Korintusba írott első levélben van megírva, a 6. fejezetnek a 19. versében. Tehát az első korintusi levél 6. részének a 19. versét olvasom. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lévő szent lélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mindannyiunk közös tapasztalata az, hogy az iskolában sok olyasmit is megtanulunk, amit akkoriban talán értünk is, meg szeretünk is, de aztán a következő évek, évtizedek során esetleg nem nagyon kerül sor arra, hogy ezeket használjuk.
Hát így aztán ezek egy jó része könnyen elfelejtődik, mikor az embernek a gyermeke járja az iskolát, akkor döbbenünk rá, hogy jé, tényleg ezt mi is tanultuk, akkor tudtuk is, de hát most azért át kell nézni, mielőtt elkezdenénk újra elmagyarázni a gyermekünknek, nehogy valami rosszat mondjunk. Hát az Istenről való tudásunk az egy más minőségű tudás, egy más minőségű ismeret. Ahogyan ugye az elmúlt hetekben arról szólt az ige, hogy Isten családjából soha nem kell kirepülnünk, mert hogy a nagykorúvá érés az pont egy fordított dolgot jelent, mint a hétköznapi emberi életben. Ugye itt azt jelenti az Isten családjában, hogy rájövünk, hogy semmit sem tudunk, és semmit nem is érdemes az Isten nélkül a tőle való függés elengedésével tennünk. Ugye az emberi családunkban pedig arra törekszünk, hogy úgy neveljük a gyermekeinket, hogy egyszer majd a saját lábukra álljanak, és akkor nélkülünk is tudjanak boldogulni, hiszen nem lehetünk mindig velük, és annak örülünk, hogyha egy felnőtt gyermek már önálló, és valóban büszkén láthatjuk, hogy sikerült neki átadni valamit abból a tapasztalatból, ami a miénk volt, vagy amit már mi is kaptunk az előző nemzedékektől. Na Istennél ez nincsen, itt éppen az egyre inkább való rászorulás, az egyre inkább vele való szövetkezés a nagykorúságnak a jele. Na és ez az Istenről való tudás is, bár egészen úgy tűnik, minthogyha olyan lenne, mint bármi más ismeret, mégis egészen más működése van, más rugóra jár, hogy úgy mondjuk. Ugye vannak, akik megvádolják a református istentiszteletet azzal, hogy olyan lett, mint egy tanóra. Hát persze lehet így venni a református istentiszteletet, de ez nem kötelesség, nem így ajánljuk, és én mondom is a testvéreknek, hogy lelki élményt is keressünk abban, ahogyan egy ige megszólalhat bennünk, abban, ahogyan imádkozni tudunk, ahogyan a hitvallás felcsendül most már minden istentiszteleten, közösen, ahogyan elmondjuk. Ezek lelki élmények azzal együtt, amit az ige üzen. Tehát a legtávolabb áll tőlünk, hogy itt valami poroszos tanórát akarjunk tartani. Ugyanakkor mégis ismeretekkel kell rendelkezni az Isten dolgaival kapcsolatban. Csak éppen ezek nem olyan ismeretek, mint amelyeket esetleg az iskolában vagy egy tanfolyamon tanítanak nekünk, hogy aztán az élet majd rácáfol, és akkor nyugodtan elfelejthetjük a módszertan, mert már fogjuk tudni a fogásokat, és anélkül is remekül boldogulunk. Az Istenről való tudásunkat nagyon meg kell becsülni, az minden alkalommal érdemes karban tartani és folyamatosan használni. Nincsenek olyan részei, amelyekre nem lehet időnként szükség. Talán egy kicsit úgy tudnám említeni, úgy szoktuk a konfirmáló fiatalok előtt is mindig mondani, hogy a konfirmációra készülés tulajdonképpen olyan, mint mikor az ember a kreszt tanulja. Hát ott se kell mindig minden egyes szabályt alkalmazni. Viszont időnként eljön, hogy mindegyiket tudnunk kell. Na hát valami ilyesmi az Istenről való tudásunk is, hogy ezt tényleg az életnek tanuljuk, és éppen ezért semmi nincs benne, amit nagyvonalúan elfelejthetünk. Hogyan lehet karbantartani az Istenről való ismeretünket? Hát a legjobb módszer az, hogyha a Bibliát rendszeresen olvassuk, például a Bibliaolvasó kalauz szerint, már csak azért is, hogy nem mindig ugyanazt a két-három részt olvassuk, ami nagyon sokat jelent nekünk. Én is szoktam úgy járni, hogy valami nagyon szíven üt, és akkor hetekig minden nap ugyanazt a szakaszt elolvasom, szinte már tudom fejből is, naponként is sokszor eszembe jut. Vannak ilyen szakaszok, de nem csak ebből áll a hitgyakorlat, hanem abból is, hogy a Bibliaolvasó kalauz szerint minden három esztendőben végig lehet az egész bibliai szöveget olvasnunk. És hát nyilván ezen kívül fontos még az is, hogy mondjuk itt az istentiszteleteken milyen lélekkel vagy hogyan veszünk részt, hogy elfogadjuk-e a bibliaórákra szóló meghívást, tehát így tudjuk alkalmazni azt a tudást, amelyet Isten folyamatosan kiegészít, folyamatosan átismételtet velünk, mert ennek nincsen olyan része, amit el lehet felejteni. Visszatérve a példához, aki remekül vizsgázott kresztből, de 10 éve nem vezet, valószínűleg elveszettnek érzi magát. Míg aki levizsgázott sikerrel, nem biztos, hogy tökéletesen, de egyfolytában minden nap megy az autójával, alkalmazza a szabályokat, az az ember elég komoly jártasságot tud abban a 10-15 esztendőben már szerezni, de már az elejétől is meglátszik a különbség. Szóval használnunk kell azt az ismeretet, amit az Isten nekünk ajándékoz. Na hát így kerül elénk Esdrásnak a könyve is, ismét ugye nagyjából 3 esztendővel az előző olvasást követően, amikor is a zsidó nép második templomának az építéséről van szó.
Hát mi nem vagyunk templomépítő helyzetben, a felújítás is nagyjából már végbe ment, ami ezután jön, az már tényleg nagyon nagy falat lesz, úgyhogy az nem mostanában jön, de mégis megvan az üzenete ennek a könyvnek, csak felolvasott szakasznak is a mi számunkra. Talán nem szoktunk gondolni rá, de nekem hetek óta ez is olyan fontos gondolattá lett, és ezért is emlegetem mindig az imádságokban, hogy a templom léte az maga is már egy bizonyságtétel. Hiszen templomot azok az emberek és közösségek építenek, akik vágyakoznak az Isten közelségébe, akik vágynak Istennek az igéjére. Az, hogy egy gyülekezet tud-e templomot építeni vagy renoválni, az végeredményben mindig, minden korban annak a közösségnek a hitétől függ. Ahol van élő hit, ahol az Isten igéjét komolyan veszik, ott lesz erő templomot építeni, vagy arra, hogy apránként, de mégis karban tartsák. Akik vágynak az igére, vágynak a templomra, azoknak megnyílik a szívük és a pénztárcájuk, és áldozatot is tudnak hozni. Őseink sokkal szerényebben éltek, mint ahogyan mi most élünk. Mégis fel tudták építeni, és pályázatok nélkül többször is fel tudták újítani, sőt újjáépíteni a tűzvész után ezt a templomot. Az egész községnek fontos volt ugyanis, hogy rendben legyen a templom, és hogy tele legyen. Hálás a szívem azért, hogy a mi gyülekezetünkben, a mi településünkön ez még mindig, ma is sokaknak fontos. Sok valamikor nagy gyülekezet ma már nem mondhatja el ezt magáról. Pedig hát az Isten ugyanaz, az élet se könnyebb. Vagyis rászorulunk ma is az Isten segítségére, úgy, mint 200 vagy éppen 2000 évvel ezelőtt az emberek. Úgyhogy rossz döntés minden nemzedék tagjainak a részéről az, ha úgy döntenek, hogy az Isten igéje, a vele való törődés, az egy sokadlagos kérdés, majd egyszer biztos odaérünk, de hát a gyakorlat mutatja, hogy mindig lesz valami fontosabb. Ez egy rossz döntés. Három rövid pontban szeretném az ige üzenetét közelebb hozni az Isten lelkének a segítségében bízva. Életed is lehet Isten temploma. A második, mi az, ami Isten megszentelő munkáját akadályozza. És a harmadik rövid pont címe, Isten temploma-e az életed. Szóval életed is lehet az Isten temploma. Végeredményben azt kell mondanunk, hogy templomot maga az Isten épít azáltal, hogy ő ad lehetőséget a vele való találkozásra, és hogy ő teszi igazán fontossá ezt a találkozást azokban, akik hallgatnak rá, akik végeredményben egy gyülekezetnek a tagjai lesznek. Ezt az egészet az Isten kezdeményezi, nem mi vagyunk a kezdeményezők. Azt is el kell mondani, hogy Isten nem annyi embert szólít meg, mint ahányan a gyülekezet valódi tagjai lesznek, vagy ahányan mondjuk ma itt vagyunk, hanem sokkal-sokkal többeket megszólít. Viszont mivel az Isten nem rabszolgákat akar, hanem valódi fiakat hív a családjába, és leányokat természetesen, ezért ő nem kötelez senkit a mellette való döntésre. Az, hogy most hányan vagyunk itt, az nem azt mutatja, hogy az Isten hányakat szólított, vagy hányakat hívogatott ide a gyülekezetbe magához. Ez csak azt mutatja, hogy kik azok, akik a mai délelőttön ezt a hívást komolyan vettük. A korintusi idézet szerint azonban valami többről is szó van, mert nem csak a kőből épült templomnak van jelentősége, mert nem csak ez a hely kell ahhoz, hogy az Istennel valódi kapcsolatot tudjunk tartani. Ehhez, miután az Isten lélek, végeredményben egy lelki kapcsolatra is szükség van, tehát lelki templomnak is kell épülnie. Így mondta ugye Pál, testetek a bennetek lévő Szentlélek temploma, akit már, mint a Szent Lelket, Istentől kaptatok. A lelki templomot tehát még egyértelműbb, hogy az Isten építi az ő Szent Lelke által. Az ember olyan, mint egy épület, viszont nem mindegy, hogy ki használja ezt az épületet, és hogy mire van ez használva. A bűneset következtében az ember azt gondolja, hogy ő maga rendelkezik a testével, az életével, hogy azt tesz vele, amit csak akar. Életünk épületéből azonban ezzel a döntéssel kizárjuk az Isten. Talán olykor-olykor behívjuk, mint egy díszvendéget, de azt már nem engedjük meg Istennek, hogy bele is szóljon az életünkbe. Szívesen látunk rokonokat, ismerősöket mondjuk egy-egy ebédre, de az már nem esik jól, ha a konyhába is bejönnek, és beleszólnak, hogy hogy kell az ételt készíteni. Aki vendég, az üljön a helyén,
legyen elégedett azzal, hogy meghívtuk. Sokan az Istent is így tartják vendégnek az életükben. Nem baj, ha eljön, nem baj, ha hoz valami ajándékot, de dicséreten kívül más ne szóljon. Nem azért hívtuk, hogy ő belebeszéljen a dolgokba, ő csak egy vendég. Nos, ez az Istent vendégnek tartó szemlélet sajnos egy nagyon bűnös hozzáállás. Hiszen Isten az embert arra teremtette erre a kérdésre, hogy miért van az ember, van a Bibliából válaszunk, szóval Isten az embert arra teremtette, hogy az ember az ő Istenét dicsőítse. Szóval, hogy állandó és élő kapcsolat legyen Isten és az általa teremtett ember között. Az pedig nem vendégeskedés, az nem titkolózás, az nem színészkedés az Isten előtt, hanem életközösség, folyamatos együttélés. A bűnesetkor azonban az ember sajnos kivonta magát ebből a kapcsolatból, és így aztán már nemet mondott arra, hogy Isten az élethez elengedhetetlenül jelen legyen az életében. Azóta ebben az állapotban születnek a nemzedékek, ezt nevezik eredendő vagy áteredő bűnnek. Ebben a helyzetben születtünk mindnyájan. Ilyenkor az ember nem Istenre, hanem a sátánra hallgat, bár nem tud róla, és a sátán az embereket a biztos pusztulásba vezeti. Ha nagyon egyszerűen akarunk szólni az épületeknél maradva, akkor a bűnesetkor végeredményben egy tulajdonos csere történt. Az ember elhitte a sátánnak, hogy Isten nélkül is lehet boldog. Elhitte, hogy ő maga lehet az élete ura és királya. Ezzel azonban a valóságtól rettenetesen távolra került. Megszegényítette, megkárosította, sőt tönkre tette magát. Isten kezéből úgymond a sátánéba mászott át. És a sátán markában van minden ember egészen addig, amíg Isten onnan ki nem szabadítja. Amíg meg nem tudják az emberek, és át nem élik, hogy az Isten a király, és hogy végül is ő az élet jogos ura, a boldogság forrása. Aki pedig elfogadja ezt a tényt, hogy én eddig egy rossz marok szorításában voltam, és átkerülhetek egy szelid, egy lágy, egy ölmeleg karba, egy kézbe, egy tenyérbe, amely engem dédelget, amely szeret, óv és véd. Na szóval, amikor ezt valaki elfogadja, akkor az ember életében nagy-nagy változás indul. Isten szent lelke és igéje által újjászül, és elkezdi az életünk épületét az addig düledező tákolmányból egy csodálatos templommá átformálni. Hiszen a templom az egy igaz Isten dicsőítésének a színhelye a világban. Arra utal, ha rendben van a templom, hogy ezen a helyen vannak olyan emberek, akik az Istentől kérnek, várnak és fogadnak el segítséget. Második pontunk, mi az, ami Isten megszentelő munkáját akadályozza? Napi olvasmányok sorában, Esdrás 3-ban láthattuk, olvashattuk, hogy a templom alapkövének a letételénél a zsidók közül nagyon sokan sírtak, sokan pedig örömükben kiáltoztak. Hát ma is így van ez, hogy amikor az Isten a lelkünkben az ő templomát elkezdi építeni, akkor az gyakran sírással van kísérve. A testi születésünk is sírással kezdődik, és ez sokszor így van az újjászületéssel is. Rádöbbenünk elveszett voltunkra, és egyidejűleg annak az örömére, hogy az Isten mégiscsak megtalált bennünket. És ezen az örömön, a túlélt életveszélyen, lelki halálon csak sírni lehet. Először a felismert és megbocsátott bűneink miatt sírunk, aztán meg már az öröm miatt, hogy Krisztus kész volt, értünk meghalni, és hogy ránk talált az Isten kegyelme. Időnként azonban arra is van példa, hogy szünetel az építkezés, mert eltávolodunk az Istentől. Ez mindig bűn. Még akkor is, ha magunk számára meg tudjuk ezt a dolgot magyarázni, hogy hát most ezért meg ezért elmaradtam a gyülekezetből, nem szoktam imádkozni, csak hetente egyszer, 3 percet, meg tudjuk magyarázni, de ez akkor is bűn. Az életünk temploma ismét egy romos vagy félbe maradt épülethez lesz hasonló, amely jelen állapotában csak a helyet foglalja, semmire nem jó. Felújításért vagy befejezésért kiállt. Ilyenkor először ugye át kell adni újra az építési területet, magyarul ki kell onnan takarítani mindent, ami nem oda való. De amikor
végre az Isten újra oda édesget, oda terelget bennünket magához, akkor az ő lelke és az ő igéje megmutatja, hogy melyek azok itt az életünk épülete körül, azok a dolgok, gondolatok, szokások, amelyek akadályozzák, hogy ő a munkáját végezhesse, hogy felépülhessen az ő dicsőségére az életünk temploma. Mindent, ami szemét, lom és kacat a gondolkodásunkban, a szívünkben, az életünkben, arra ő rámutat, és azt kész onnan kivenni. A kisöpört lomok helyére pedig olyan dolgokat hoz, amelyek az ő dicsőségét szolgálják, amelyek valóban működnek, amelyek a mi boldogságunkhoz valóban hozzáadnak, nem csak elvesznek belőle. Éppen ezért, amit Isten mond, azt mindig nagyon komolyan kell venni. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy Istennél nagyobb bölcsességgel vagy előrelátással rendelkeznénk. Így hát magunknak teszünk rosszat azzal, ha Isten akaratával szembe helyezkedünk. Erre az útra nem érdemes visszalépni, innen jöttünk, ezt már ismerjük. Ha egyszer végre leléptünk erről az útról a helyes irányba, az Istennek való engedelmességgel, akkor ezt becsüljük meg, akkor ez legyen a számunkra mindennél fontosabb, hogy ne maradjon félbe az építése, ami Isten dicsőítő lelkünknek, templommá válása az életünknek. A templom alapkövének a letétele, tehát magyarul az a változás, amely elindul, mikor valaki hitetlenségét követően egyszeriben elkezd bízni a Biblia Istenében, nos, ez soha nem marad a külső környezetre nézve sem hatás nélkül. Így volt ez Jeruzsálemben is. Alig tették le a templom alapkövét, azonnal megjelentek Isten népének az ellenségei. Mindannyian hallhattátok, barátságot színlelve közeledtek. De végig ellenséges volt az érzelmük, és ez le is lepleződött azonnal, amikor a segítségüket visszautasították. Akkor lehullott az állarc, és onnantól nyílt ellenségeskedéssel akadályozták az Isten munkáját Jeruzsálemben. Felmerülhet a kérdés, hát miért voltak ilyen kirekesztők az Isten népe tagjai, miért nem fogadták el a többiek segítségét? Hogy ezt jól értsük, mert ugye itt a felületes olvasó azon nyomban megint egy remek indokot találhat arra, hogy hát lám, mindig a hívőkkel van a baj, mert nekik semmi se jó, na ezt tegyük helyre, hogy mi is van itt valójában. Ezek a többiek, akik ajánlkoztak, hogy ők is segítenek a fogságból visszatért zsidóknak templomot és Jeruzsálemet renoválni, ezek egy keverék népnek a tagjai voltak. Mikor Jeruzsálem és környéke népének a jó részét fogságba hurcolták évtizedekkel korábban, hát nyilván ott az üresen maradt helyekre kellettek emberek. Úgyhogy Babilon telepített is ide máshonnan való embereket. Kicserélték a lakosságot, a zsidókat elvitték Babilon idegen területeikre, az ő részeikre pedig megint máshonnan hoztak embereket. És ezek az emberek az ókorban hozták a saját vallásukat. De persze maradtak, hogy zsidók is nem vittek el mindenkit, így jött hát létre egy keverék származású és leginkább egy keverék vallású népesség. Hát ebbe a környezetbe érkeztek meg a Babilonban zárt tömbben élő zsidók, akik ráadásul megértették már azt is, hogy ez az egész szörnyű időszak, hogy lerombolták a templomot, hogy kitelepítették őket, hogy most vissza kell jönniük és mindent előről kezdeni, ez nem azért volt, mert az Isten elment szabadságra vagy elrontott valamit, hanem azért volt, mert a szüleiket, nagyszüleiket a kétfelé sántikálás bűne miatt büntette meg Isten háborús vereséggel és a templomuk lerombolásával. Tehát, hogy nem csak ő benne reménykedtek, hanem emberi, meg más vallásokhoz tartozó bálvány erőkben is. Nem jó soha a dolgokat keverni. Isten a rend mellett van, és nem amellett, hogy egy keveredő gondolkodás, vagy egy keveredő vallás jöjjön létre. Egészen biztosan kijelenthető, hogy nem jó szándékkal jött ez a keverék nép segíteni a templomépítést. Nem mondhattak éppen ezért igent a felajánlásukra a templom építésbe és a Jeruzsálem renoválásába fogó hithű zsidó emberek. Mi volt a szándékban a hiba? Az, hogy ennek a keverék népnek a tagjai nem az egyisten iránti engedelmességből és hálából akartak részt venni a templom építésében.
hiszen az ő számukra Izrael istene csak egy volt sok egyéb másik isten mellett. Volt valamiféle tisztelet bennük az élő Úr iránt, de nem csak ő iránta, hanem más egyéb istenek iránt is. Ők másoknak is áldoztak. Márpedig éppen ez volt, mondom, ez a kétfelé sántikálás az oka annak, hogy Izrael népének összedőlt a temploma, és hogy ki kellett őket telepíteni idegen vidékekre. Hát már az első parancsolatban benne van 2 Mózes 20:3, hogy ne legyen más istened rajtam kívül. Az épülő templom bibliai értelemben azonnal tisztátalan lett volna már csak attól, ha egyetlen egy ilyen munkás is arrébb visz egyetlen egy kődarabot, aki nem csak az Isten dicsőségéért vesz részt ebben az építésben. Szóval ez a segítség a hitben nem erősítette, hanem éppen, hogy gyengítette volna a hívőket. Egyszerű belátni ezt a dolgot, ma is így van a gyülekezeteinkben is, hogy mindig tágul a mérték, ha valaki úgy áll hozzá, hogy hát ez még belefér. És ha a közösség is azt mondja, hogy na jó, ez még tényleg belefér, akkor mindig egyre nagyobb dolgok fognak még beleférni a gyülekezetnek a rendjébe. Azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy letakarjuk valamiféle nagy szent rózsaszín takaróval, a békességnek, a szeretetnek a takarójával a dolgot, amit pedig nem biztos, hogy le kellene takarni, mert egyre tágabb lesz az a keskeny út, amin járni próbálunk, és aztán csodálkozunk, hogy jé, hát ez már nem is a keskeny út, meg a szoros kapu, hanem már megint a széles úton próbálunk itt valahogy elevickélni a jó irányba, pedig az nem jó felé tart. Na tehát itt is erről van szó, hogy nyilván nem volt mindenki hívő azok között, akik ezt a templomot építették. De aki deklaráltan is azt mondja, hogy igen, a ti istenetekben is hiszek, de van még 5 másik, azokban is hiszek, hát olyan embert nem lehetett odaengedni, nem lehetett elfogadni ezt a segítséget. Ráadásul ez nem is egy olyan templom volt, amilyenből minden településen van akár több is. Ez egy egyedülálló templom volt. Az egész világon egyetlen egy temploma volt a zsidóknak, illetve ebben a pillanatban ugye nem volt egy sem, mint ahogyan most sincs, mert most meg már Krisztus az élő templom, de ez már egy további igehirdetés témája lenne. A lényeg tehát itt most az, hogy a jeruzsálemi templomot csak azok építhették, akiket az Isten erre elhívott, akik a szívüket készek voltak az egy Istennek adni. Ők is bűnös emberek voltak, nem voltak szentek és tökéletesek. De kapcsolatban álltak Istennel, ő volt az egy Istenük. A Jeruzsálemben kialakult őshonossá vált keveréknép tagjaira ez ugyanakkor sajnos nem volt igaz. Manapság is előfordul, hogy bizonyos emberek az egyház felé látszólagos jó szándékkal közelítenek. Általában így szoktak. De az egyház akkor engedelmes küldő urának, hogyha megvizsgálja, hogy valóban milyen szándékok munkálkodnak, és hogy mi a célja az illető megjelenésének. Mert a felépült Istenháza nem lehet az Isten iránti hűtlenségre utaló jelkép. Az egyházban az sem igaz, amit szoktak mondani, hogy a pénznek nincs szaga, hanem csak értéke van. Ugye arra szokták mondani, hogy mindegy, a pénznek az eredete, a lényeg, hogy adják. De a hívő embernek ezzel a gondolattal is mindörökre le kell számolnia. Ugyanis nem tiszta úton szerzett pénznek, nem őszintén felajánlott dolognak nincsen helye az Istennek szánt adományok között. Az egyház nem egy vállalkozás, amelynek a működő képessége kizárólag a főkönyvből tudható meg. Nem az a dolgunk, hogy a bevételeink növelésével egyre nyereségesebbé tegyük magunkat. Nagy a kísértés, mert nehéz elhelyezni az Isten világából eső kis darabkát a hétköznapi életnek a saktábláján. És ugye könnyen átesünk oda, hogy de hát itt is világítani kell, fűteni kell, renoválni kell, tehát szükség van pénzre. Nyilván, de az egyház nem egy vállalkozás. Az egyháznak küldetése van, és ez a küldetés az egyetlen, ami számít. Az anyagiak ennek kell, hogy alárendelődjenek. Az egyház küldetése az, hogy az Isten nem ismerő emberekkel Isten megismerkedhessen rajtunk keresztül. Ha mi a hitetlen emberek tisztességtelen dolgaihoz bólogatunk, vagy ha azokban még részt is vállalunk, mondván, hogy ez még belefér, hát akkor már is elvész az Istenről való hatékony bizonyságtételnek a lehetősége. Tehát magyarul, ami akadályozza Isten lelkét abban, hogy templommá szentelje a mi életünket, vagy a közösségünket, az az, hogyha mi magunk személyesen
nem vagyunk elég komoly kapcsolatban ő vele, az élő Istennel. Tehát ezt megint egyszerű belátni. Hiába van egy remek jó orvosom, ha én itt vagyok, ő meg ott van, és én nem csinálom azt, amit ő mond. Semmit sem érek onnantól már az orvosommal. Hát Istennel is ez a helyzet, ott kell lennem, ahol ő van, és tennem kell, amit kér. És akkor mindaz, amit ő velem el akar végezni, amit ő tehet értem, az egyszeriben valóság lesz. Végül a harmadik pontunk, Isten temploma-e az életed. A sátán embereivel, a világosság angyalainak a látszatával lép színre. Ezt azért teszi, hogy becsapjon minket, hogy megtévessze még a választottakat is. Hiszen a világosság angyalának kinéző sátán sokkal kevésbé tűnik ijesztőnek és ártalmasnak, mint az, amikor a sátán ordító oroszlánként támad. Hát attól azért mindenki megijed. Egy szelid angyalkától nem biztos. Ami korunkban a liberalizmus, a szabad elvűség korában könnyen lesajnálják a keresztjéneket, akár a gyülekezeten belül is, hogyha szilárdan ragaszkodnak a Szentírás felismert igazságaihoz. Valamiféle elferdített evangélium hangzik sok-sok beszélgetésben, ez a szeretet és békesség rózsaszín takarója, ami ugye mindent be tud takarni, és azok az emberek, akik az igazi evangéliumot nem ismerik, mert nem tanulták, vagy mert elfelejtették azt, amit tanítottak nekik, azok könnyen azt gondolják, hogy ez az evangélium. Hogy az a Jézus evangélium, hogy mindenkit szeretni kell, és mindenkinek igaza van. Tehát aki a hamis tanítások ellen aztán a Bibliát ismerve felmeri emelni a szavát, azt meg szeretetlennek, intoleránsnak, vaskalaposnak kiáltják ki. Sajnos ezt vállalnunk kell. Vállalta a hazatérő nép is, hogy mindenféle kígyót, békát kiabáljanak rájuk. Nem a könnyebb utat keresték ott Jeruzsálemben, hanem az igaz utat, mert tudták, hogy csak ezen érdemes járni, kerüljön bármibe. Az pedig az Istennek való engedelmességnek az útja volt, és egyúttal az ellenállás útja a sátánnal szemben. Hát ma is ugyanaz a stratégiája a sátánnak, mint Esdrás korában. Először segítséget ajánl, hogy átvehesse a hívők fölött az irányítást. Kaptál tőlünk valamit, most már azt csináld, amit mi mondunk. És ha ez nem megy, akkor megpróbálnak elcsüggeszteni. Már úgyis fölösleges, kihallgat már rátok, nincsenek semmi értelme. A harmadik fokozat pedig, ahogy itt is hallhattuk, amikor fegyveresen kényszerítik Isten népét arra, hogy ne szolgáljanak az uruknak. Itt is befejeztették velük a templom építést. És aztán nyilván ez a külső dolog, de tud akadozni a lelki templomépítés is. Mikor Isten szent lelke elkezd egy-egy ember templomot építeni, ott is mindig megjelenik a sátán a színen. Komoly üzenete viszont ennek az igének, hogy a jeruzsálemi templom, amit a babiloniak leromboltak, végül mégiscsak felépült újra, mert az ellenség hátráltatni tudta ugyanezt a munkát, de megakadályozni nem. Felépült a templom, mert ez volt az Isten terve. Éppen így van ma is. Isten az ő választottaiban ma is felépíti az ő templomát. A sátán hátráltatni tudja ezt, de megakadályozni nem. A nagy kérdés tehát csupán csak az, hogy Isten temploma-e már az életed, hogy kié a tulajdonjog feletted? Vajon elkezdődötte? Vajon tart-e az életedben a lelki templom építés munkája? Tudod-e, figyelembe veszed-e, hogy az életed, a tested, a Szentlélek temploma? Tehát pusztán azért van, hogy az Isten dicsőségét hirdesse. Ha ez még nem világos számodra, akkor kérd minden nap az Istent, hogy szenteljen téged magának való ékes templommal, akit ő tud alkalmazni az ő dicsőségére. Ha pedig már ezen az úton jársz, akkor kövesd a mai esdrási ige üzenetét. Akkor ne adjál helyt semmiféle olyan dolognak az életedben, amely a Biblia szerint Istentől idegen. Ugyanis ezzel a lelki templom épülését akadályozod. Annak pedig fel kell épülnie. Adja Isten, hogy mindannyiunkban akadálytalanul munkálkodjon az Isten lelke, és ezáltal ne csak bennünk, hanem a környezetünkben is. Ámen. Válaszoljunk Urunk megszólító szavára,
az 589. dicséretünk első versével. 589. énekünk első versét énekeljük, ne csüggedj el kicsin sereg. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelmes Istenünk, örökkévaló mindenható Atyánk, hálásan köszönjük neked, hogy hétköznapi helyzetünk valóságára ismét emlékeztettél. Sajnos mi hajlamosak vagyunk sokszor olyan nagyvonalúan kezelni ezeket a kérdéseket. Vagy vakhittel próbálunk élni, és akkor aztán összetörünk az első fájdalmas, valóságos helyzetben. Vagy pedig csüggedünk, mert úgy gondoljuk, hogy ha valósághoz képest a te igéid túl szépek, hogy igazak legyenek. Könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk mind a két hozzáállást, mind a kettőn látszik, hogy semennyit sem változtunk a te irányodba, hanem magunkban bízunk és a magunk látásával próbálunk élni. Hát éppen ebből lett a bűneset is, éppen ezzel kormányozzuk magunkat az örök kárhozatba. Könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy olyan hajlamosak vagyunk erre a gondolkodásra, még azután is, hogy már ismerünk téged. És köszönjük, hogy a Szentírás sok-sok lapján csodálatos, gyönyörű eseményekkel bizonyítod, hogy a te hatalmad az bizony valóságos, és a legfőbb jellemzője, hogy úgy szokott munkálkodni, hogy előre nem látszik, hogy egyszer csak csoda fog történni. Elhozod az időt, és megteszed, amit ígértél, és ennek nincsenek előzményei azon túl, hogy te ezt az igédben a benned bízóknak megígéred. Könyörögve kérünk tedd, hogy így tudjunk mi is a jelenünkre és a jövőnkre tekinteni, egyénileg, gyülekezetként, nemzetként, embervilágként is. Mint akik a te ígéreteidet ismerjük, mint akik a te megbízhatóságodban nem kételkedünk, mert nincs rá okunk. Könyörögve kérünk ad, hogy ezek után ne úgy nézzük az életünket, a világot, mintha téged sose ismertünk volna. És ne is úgy nézzük, mintha az egész egy rózsaszín takaróval le lenne takarva, mintha nem kéne tudnunk, hogy mi van alatta. Tudnunk kell, hogy ez a világ a kárhozatba rohan, és tudnunk kell, hogy mi magunk is a kárhozatba tartunk a süllyedő hajóval, ha csak nem benned reménykedünk. De ha a tieid vagyunk, akkor te megtartasz bennünket, és mindazokat, akik a tieid. És akkor már nem az a küldetésünk, hogy sopánkodjunk az elvesző világ miatt, hanem hogy próbáljunk menteni egyesével embereket, akiket te hívsz
hogy legyünk a te eszközeid, hogy legyünk a te templomaid, amelyek jelenlétükkel, életükkel azért kiáltanak, hogy van Isten, aki méltó a tiszteletre, aki megtartotta az elődöket, és minket is meg fog tartani. Könyörögve kérünk, így áld meg a mi gyülekezetünket, tegyél bennünket templomaiddá, családtagjaink körében, munkahelyen vagy nagyobb, tágabb közösségben. Kérünk add, hogy itt a gyülekezetben is igazi testvérei hadd lehessünk egymásnak. Kérünk segíts, hogy ne sok-sok különálló kis templomból álljon ez a gyülekezet, hanem amikor találkozunk, akkor élő kövekként hadd lehessünk egyetlen egy nagy templommá, amelynek minden egyes köve, minden egyes fala téged hirdet és dicsőít. Köszönjük ezt a mai alkalmat is, ahol hitvallásunkkal, imádságunkkal és énekünkkel közösen dicsérhetünk téged. Köszönjük az ige üzenetét is, helyezd a szívünkre, hogy törekedjünk a te templomoddá válni, hogy a te lelked, a te igéd által engedjük, hogy szenteltessék, szentelődjön az életünk. Kérünk, hogy adj békét a mi időnkben a földön, fékezd meg a háborús uszítást, mindazokat, akik üzletet vagy bármi hasznot remélnek attól, ha más embereket egymás ellen küldenek. Kérünk, akadályozd ezt meg, legyen vége a vérontásnak. Tőled kérjük és tőled reméljük, hogy odahatsz, hogy ez így lehessen. Könyörögve kérünk, segíts ugyanakkor, hogy ehhez mi is hozzátegyük azt, amit mi tudunk hozzátenni. Hogy ne legyünk tele agresszióval, hogy ne feleljünk azonnal a legnagyobb erővel azoknak, akik esetleg valamit mernek kérdezni vagy mondani. Kérünk, hogy mindannyiunknak segíts recsendesedni, megbékélni, hogy ne a magunk erejétől reméljük azt, hogy jó helyzetbe tudjuk hozni magunkat, hanem tudjuk ezt is rád bízni, és a te eszközeiddel munkálkodni a békességen és az épülésen. Kérünk, hogy így áld meg testvérgyülekezetünk Nyárád magyaros közösségét, felvidéki, kisújfalui testvéreinket, kárpátaljai, délvidéki testvéreinket és valamennyi magyar szélese világon. Kérünk, hogy legyél a gyermekeinkkel az elkezdődött nyári szünetben, segíts, hogy tartalmasan tölthessék ezt az ajándékba kapott időt. Kérünk add, hogy mindannyian biztonságban, testileg, lelkileg tölthessék a szabadságot. Áld meg a pihenni menő családokat, és kérünk add, hogy téged ne hagyjanak itthon, hogy ne tőled menjenek pihenni, hanem a felszabadult idő hadd legyen elegendő arra, hogy naponként meg lehessen tartani a csendességet, hogy lehessen több időt szánni bibliaolvasásra és közös imádkozásra, mint a hétköznapok rohanásában. Kérünk, hogy így áld meg mindnyájunkat, csak te tudod, mit tartogat számunkra a jövendő. Betegeinknek légy gyógyítója, fájó szívűeknek vigasztalója, azoknak, akik valami nagy döntés előtt állnak, azoknak pedig légy a vezetőjük, hogy tudjanak jó döntést hozni, ami a te áldásodat viseli. És köszönjük, hogy az elmúlt héten sem hiába imádkoztunk hozzád, mert megáldottad azokat, akik benned reménykedtek. Kérünk, segíts mindig benned bízni, legyél a te népeddel. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Foglaljunk helyet. Örömmel hirdetem, hogy jövő vasárnap keresztelő lesz Alföldi Norbert és Baranyai Alexandra tahitótfalui szülők első gyermeke, Hanna fog a keresztség sákramentumában részesülni. Sok örömöt, áldást kívánunk a család életére. Emlékharangokat is hirdetek, 22-én szólt tegnap három emlékvers a 19 esztendeje elhunyt Vacó Mihályné Szegedi Katalin emlékére. Áldást kívánunk emlékére, illetve az őrá emlékezők életére. Köszönettel hirdetem az adományokat és Isten dicsőségére egy presbiteri család 20 000, egy család 20 000, ifjúsági misszióra egy nőtestvérünk 10 000, és egy család 10 000 forintot ajánlott fel. Köszönjük a felajánlásokat és a persejekbe elhelyezett adományokat is, áldja meg az Úr a jókedvű és bőkező adakozókat.
Szeretettel hirdetem, hogy ma délután 2-től ima órát tartunk. Azon túl kedden nem lesz sem férfikör, sem biblia óra, tehát kedden este nem lesz alkalom. Lesz viszont szerdán 9-től biblia óra, pénteken 10 órától babamama kör, este 6-tól pedig ifjúsági alkalom. Mához egy hétre, vasárnap 10 órától pedig istentisztelet lesz, vele párhuzamosan gyermekistentisztelet. Legyen az Úr gyülekezetünknek őriző pásztora. Záró énekünk a 832. dicséret. 832. énekünknek az első 3 versét énekeljük, amely összefoglalja a mai igék üzenetét. 832. énekünk első 3 versét énekeljük győzedelmes hittel. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed! Thank you.